Köszöntöm Önöket, a Sopron Televízió keddi híradóját látják, először nézzük fontosabb híreinket röviden. Rekordmennyiségű csapadék június első 10 napjában 54 mm-rel esett több eső a sok éves átlagnál Sopronban. Népszerű a diákmunka, éttermekben, szállodákban és strandokon is vállalnak munkát a diákok a szünidőben. És halfogyasztás, a grillezett halas ételek idén is népszerűek a nyári időszakban. Rekordmennyiségű esőzéssel indult a június Sopronban. A Hungaromet ZRT mérései alapján a sok éves átlagnál mintegy 54 mm-rel esett több csapadék a városban. A Kuruczdombi meteorológiai állomáson mért adatok szerint június 8-án több mint 32 mm csapadék esett Sopronban. Az előrejelzések alapján a hét második felében már szárazabb időjárás várható, a hétvégén pedig a hőmérséklet már elérheti a 30 Celsius fokot is. Sopronban is egyre több diák vállal munkát a nyári szünetben. A tanulók elsősorban éttermekben, szállodákban és bevásárlóközpontokban dolgoznak a szünidőben. Híradónk által megkérdezett diákszövetkezet vezetője szerint nyáron csak azok a fiatalok jelentkezhetnek diákmunkára, akik betöltötték a 15. életévüket és rendelkeznek érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal. A tapasztalatszerzés és a pénzkereseti lehetőség miatt vállal diákmunkát a Lőveruszodában Szabó Gréta. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium végzős tanulója egy saját laptopra, valamint a jogosítvány megszerzésére fordítja majd a keresetét. Régebb óta is csinálom a diákmunkát, és szerintem ez egy jó lehetőség nyáron, hogy egy kis pénzt keressünk, szerintem. És hát igazából csak láttam a hirdetést, és úgy voltam vele, hogy egy ilyen recepciós munka annyira nem megerőltető szerintem, és hát láttam a leírás, hogy segíteni kell embereknek igazából, és úgy voltam vele, hogy szerintem ez egy jó lehetőség. Magaddal kell hozni az a diákigazolvány, személyi adómentes ajtát, és akkor majd ezt a két papírt kell még visszaadni, és akkor lesz regisztráció. A munkavállaláshoz szükséges okmányokról tájékoztatják ezt a tanulót ebben a Soproni Diák Szövetkezetben. A 25 év alattiak munkavégzése az idén is SZIA-mentes, így több pénz maradhat a fiataloknál, hangsúlyozza a szakértő. 25 év alattiaknak azt szoktuk mondani, hogy majdnem, hogy a bruttó bér a nettó bér. Ez az iskola szövetkezetekben annyiban kiegészül, hogy van egy minimális üzleti biztosítás, amit levonunk, ez körülbelül 1%, ezen felül semmilyen más levonás nem terheli a diákokat. A bérekről annyit tudunk mondani, ugye a diákokra ugyanaz vonatkozik, mint a felnőttekre, hogy van egy minimál bér, amit mindenképp meg kell kapniuk, illetve hát van egy versenypiac, amiben mi is élünk, illetve a partnereink is. Tehát ma már az a jellemzőbb, hogy minimál bérért nagyon kevés munkánk van. A diákok ezért tudnak választani, hogy mondjuk mit szeretnének elérni, ez fontos, hogy milyen cél miatt jönnek hozzánk dolgozni, mi az a vágyott cél, amit el akarnak érni, ehhez mennyire van szükségük, és ki tudják számolni, hogy ezt mennyi idő alatt, mennyi munkával érik el. Fekete Edina szerint az önismeret és a képességfejlesztés miatt is érdemes munkát vállalni a diákoknak nyáron. Ha több területen kipróbálják magukat, annál jobban megismerik saját magukat, hol vannak a kompetencia határaik, a felelősséget, meddig tudják vállalni, szeretnek-e csapatba dolgozni, vagy egyedül, bírják-e a monotonitást, amit az előbb említettem, egy adminisztratív munka kívülről jónak tűnik, hiszen egy irodában ülünk, mint itt, de azért reggel be kell menni, és este megyünk haza, tehát menet közben nem biztos, hogy ki lehet innen menni, vagy akár egy másik adminisztratív munkában, egy irodai munkában, és ezt nem mindenki viseli jól. Van, aki ugye a rugalmasságot jobban szereti, azt, hogy jöhet-mehet különböző területek között, vagy aki otthonról szeret dolgozni. És ezek nem derülnek addig ki, míg valaki el nem megy tényleg egy munkahelyre, és tényleg el nem kezd dolgozni, és több napot végig is csinál, hogy kiderüljön, hogy jó, ezt meddig bírja. És ezek sajnos az iskolában nem derülnek ki. Úgyhogy ez egy olyan, szerintem egy olyan haszna még a diákmunkának, ami lehet, hogy nem a 15 évesek és a 16 évesek számára fontos, de a 18 év felettieknek, az egyetemistáknak mindenképpen, hiszen ők azok, akik hamarosan majd kilépnek a tényleges munkavilágába. A magyar kormány idén is elindítja a nyári diákmunkaprogramot, amelyre június 17-től a lakóhelyük szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályán regisztrálhatnak a 16-25 év közötti diákok. A programról bővebben
A kormányhivatalok.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Csütörtökön és pénteken több helyen is szünetel a melegvízszolgáltatás Sopronban. Távhő csővezetékcsere miatt június 13-án, 14-én Sopronban az építők útja, a Juharfa utca és a Teleki Pál utca több szakaszán is szünetel a használati melegvízszolgáltatás, adta hírül a Sopron Holding távhő divíziója. A társaság arról tájékoztatott, hogy a szolgáltatás várhatóan csütörtök reggel 7 órától, péntek este 6 óráig szünetel majd. Nyáron is népszerű a halfogyasztás. A vásárlók ilyenkor a klasszikus ételek mellett már a különlegesebb halas fogásokat is előszeretettel felkeresik a boltokban. Legyen szó akár a halgiroszról vagy a harcsa tepertőről. Számos különleges ételt is kipróbálhatnak már a halkedvelők. A szakemberek azt ajánlják, hogy heti rendszerességgel érdemes halat enni, magas vitamintartalma miatt. Az egyik legnépszerűbb halfajtát vásárolják ebben a soproni halboltban. A halat számos formában lehet fogyasztani, akár a nyári időszakban is, hiszen gazdag vitamin és ásványi anyagforrás. Csíkosügyet vásároltam, és nagyon egészséges, könnyen elkészíthető. Otthon számos formában elkészíthetőek a különböző halfajták, gyorsan és könnyen a tányéra kerülnek. A grill szezon beköszöntével közkedveltek még a grillezett halas ételek is. Hétvégi baráti vagy társasági összejövetel esetében, kifejezetten a könnyű halételek esetében a fűszerezett halfiléket, ami akár tárcsán, roslapon könnyen elkészíthető, vagy akár a általunk készített harcsa, grillkolbász vagy hamburgerhús. Ezek kiváló parti ételek, ami könnyen, gyorsan elkészül és garantáltan szálkamentes termék. Ez ízbe, zamatba és persze ásványi anyagba, nyomelekbe igen gazdagú termékek. A halban található az A, B1, B2 és B12 vitamin, amely a vérképzésben játszik fontos szerepet, valamint a D-vitamin is, amely elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez. Ami más hústermék esetekben nem fordulhat elő, az az magas omega-3 tartalom, omega-3, omega-6, ami effektív a idős és a gyermekek részéről is kifejezett ajánlott. Tehát a házi orvosok is ajánlják gyermekeknek vagy idős személyeknek a szem, a bőr és az egészséges táplálkozás alap része, mert más csirkébe, esetleg sertésbe, vörös húsokba ezek nem fordulnak elő. Emellett magas a B, A, D vitamin tartalma a húsoknak. Magyarországon az egyfőre jutó halfogyasztás az elmúlt években folyamatosan nőtt. A szakemberek arra buzdítanak, hogy érdemes hetente minimum egyszer halat a tányéra tenni. A Gyesev ZRT idén is csatlakozott a Vers a Peronon kezdeményezéshez, melyben június 6-a és szeptember 1-e között Sopron, Csorna és Szombathely vasútállomásokon naponta több alkalommal csendülnek fel klasszikus és kortárs költők versei. Amelyet a szavak vennek. Az árnyalat, az illat, a düske szugrás, amire csak is a szó képes. Géci János ismét a Rózsáról című versét hallhatta az utazóközönség a soproni vasútállomáson. Már hagyománynak számít, hogy a nyári hónapokban magyar költők versei szólnak a Gyesev állomásainak hangszóróiból. A Gyesev ZRT az idejében is csatlakozott egy polgári civil kezdeményezéshez. Van egy egyesület, az Aranyhíd Polgári Egyesület, amely azt favorizálja, hogy az emberekhez a vasútállomásokon minél több verset próbáljunk eljuttatni. Ez a Vers a Peronon kezdeményezés, és ehhez a Gyesev ZRT is csatlakozott. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy június elején kezdődtek a vers mondások, és egészen szeptember 1-ig folytatódnak. Aki jön a vasútállomásra, akár Sopronban, akár Szombathelyen, akár pedig Csornán, ő hallhat minden nap verseket. Az állomásokon olyan költők verseit hallhatták a peronon várakozó utasok, mint például Vörös Sándor vagy József Attila, Radnóti Miklós. A klasszikusok mellett kortárs költők is helyet kaptak. Nagyon gyönyörű és nagyon veretes verseket hallgathat az utazóközönség, és tőlük van egy válogatás.
minden nap más verset haladnak el, és aki pedig ezeket a verseket tolmácsolja az utazó közönségnek, azok nem mások, mint ismert magyar színművészek. Tehát ők felmondták a verseket előre, rögzítették, és mi pedig az állomási utastájékoztató rendszerünkön lejátszuk ezeket június elejétől szeptember elejéig. A Gyesev ZRT célja a kezdeményezéssel, hogy közelebb hozzák az irodalmat az utasokhoz, és egy kis művészetet csempészenek a hétköznapokba. Az ilyen törekvéseikre jó példa az olvasósarok is, amelyet pár hónapja telepítettek a pályaudvarra. Felavatták a hétvégén a Károly kilátóval szemben található Z-követ, azaz Zéró követ, amely a soproni természetjárók összetartozását jelképezi. Az emlékszikla ötletgazdája és alkotója a soproni Kuslics Péter. Ez a különleges Z-kő mostantól a soproni túrázók kiinduló és érkező pontja lehet. Az alkotó Kuslics Péter kisgyermekként fertőződött meg a természetjárással. Azóta számtalan túrát tett családjával, barátaival, ezek inspirálták egy olyan emlékhely kialakítására, mint ami most megtekinthető a Károly kilátónál. A sziklán lévő Z betű egyben jelképes tisztelgés a nemrég elhunyt soproni Zebkó Tamás emléke előtt is, akinek lételeme volt a természetjárás, a sziklamászás és a sítúrázás. A Z az egy tőzsgyökeres soproni család, egy Zebkó család téglagyárából, illetve az ott gyártott téglákról mintázódott, ugyanis Zebkó Tamás barátunk volt az egyik, akivel a kezdetek óta jártuk Sopron erdeit, aztán egyre magasabbakra törtünk, Tamás még magasabbakra is, talán soproniak közül az egyik legnagyobb teljesítményekkel dicsekedhet, viszont sajnos már nincs köztünk. És ez egy kicsit úgy ráébresztett az idő múlására, úgyhogy ezért gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha Sopronban lenne egy olyan hely, ami egy ilyen ikonikus hely, mondjuk egy kő által, ami a Z betű által Zéró kőként azt jelképezné, hogy innét indulni, érkezni lehet, ide lehet jönni, elmélkedni a régmúltról, emlékezni emberekre, meg akár mondjuk zarándokútként tekinteni rá, hogy aki Sopronba jön, az egy újabb pontot megkeressen Sopronba, és a Károly magaslat azt hiszem erre az egyik legalkalmasabb és szebb hely lehet. Az elképzelést a TAEK ZRT az első hívószóra támogatta, így helyet biztosított a megmunkált kőnek. Az ünnepi és avatásra a Soprani Vándorok túra egylet tagjai egy családi madár és gomba ismereti túra keretében érkeztek meg, ezzel is szép példát mutatva arra, hogy a túrázás milyen erős közösségkovácsoló erővel bír Sopronban. Szárazabb és hűvösebb napok jönnek, az időjárásról részletesen híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelyben Varga Gábor zongora művész lesz a vendégünk, majd a Kifutón túl című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió keddi híradóját látták, műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán csökken a csapadékhajlam, szakadozik a felhőzet, és több helyen kisüt a nap. Többfelé élénk, nyugaton erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön gomoly és fátyol felhők zavarhatják meg a napsütést. Elszórt záporok, zivatarok napközben főként a Dunántól keletre fordulhatnak elő. A csúcshőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Pénteken legfeljebb néhol fordulhat elő zápor. Kevés felhő, sok napsütés várható. Délután 21 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.